2013 számunkra eleinte a reménység éve volt, és most, hogy lezárni készülünk, azt kell, hogy mondjam, hogy az öröm és a siker éve. Reménykedésé volt legelsősorban azért, mert azt reméltük, hogy Kocsis Zoltán teljesen fölépül. És bátran mondhatjuk, hogy régi energiával, régi tűzzel és régi hittel végzi a dolgát. Ugyanakkor reménykedtünk, hogy nem veszítjük el a közönséget. Nagyon nehéz időket élünk. Ennek ellenére a koncerttermek mindenütt teltházasak voltak, ahol megfordultunk, már pedig nagyon sok helyen fordultunk meg. A Nemzeti Filharmonikusok együttesei 108 koncertet adtak ebben az esztendőben, ebből, és ez valószínű sokakat meg fog lepni, 42-t vidéken. Ezeknek a koncerteknek jelentős része ifjúsági koncert volt, ugyanakkor külföldön is tapsolhattak nekünk. Március végén, húsvétkor, Kolumbiában, Bogotában vettünk részt a zenekarral egy olyan fesztiválon, ahol a rotterdami filharmonikusok, Simon Bártó, a Simanovszki Quartet, Boris Berezovszki mellett a Nemzeti Filharmonikusoknak is lelkesen tapsoltak, és már a következő Mozart fesztiválra szóló meghívással a zsebünkben jöttünk haza. Majd aztán sor került Kocsis Zoltán régi nagy álma megvalósulására, amikor Richard Strauss Capriccio című művét adtuk elő, nagyon-nagyon rangos nemzetközi gárda segítségével, nagyon-nagyon nagy sikert aratva. Aztán elkövetkezett sok-sok nagyon sikeres koncert után a nyár, az immáron megszokott 50 esztendeje nagyon sikeres Beethoven koncertekkel, és amikor a kormányzattól megkaptuk a korábban megígért pénzt, akkor örömmel vágtunk a kórussal neki annak az úgynevezett nemzetpolitikai körútnak, amely Magyarországot járja körbe, ám de határainkon kívül. Mindig baráti jobbot nyújtunk az ott élőknek, természetesen a magyar anyanyelvűeknek, a testvéreknek kijáró készorítással, míg a nem magyar anyanyelvűeknek például azzal, hogy az ő kultúrájukhoz tartozó egy-egy jelentősebb szerzőművét is megszólaltatjuk. Így módon jártunk Szlovákiában, Kárpátalján, Romániában és Szerbiában az énekkarral, és várnak bennünket vissza. Az elmúlt hetekben, az őszi hónapokban egészen rendkívüli hangversenyeket hallhatott a közönség. Elég, ha a Hallgatagasszony című opera, mondhatjuk szinte magyarországi ősbemutatójára utalok, amely része annak a sorozatnak, melyet Kocsis Zoltán tervelt ki, hogy mindazokat az operákat és zeneműveket, amelyeket Richard Strauss írt, ám de Magyarországon alig vagy egyáltalán nem ismerik, sikerre viszi. Nos, ez alkalommal kétszer játszottuk el, zsúfolt teltház előtt a Hallgatagasszony, megint csak nagyon jelentős nemzetközi szereplőgárdával együtt összefogva, és mind a szakma, mind a közönség ünnepelte ezeket az előadásokat. Nehéz lesz elfelejteni, amíg élünk, Britten háborús requiemjének előadását, amely valamely kritikus azt írta, hogy nem is zenemű előadása volt, hanem egy rítus, egy szertartás. A kirakatok tele vannak karácsonyi díszekkel, és mi is készítjük elő a diótörő kottáját, hogy szokás szerint karácsony előestéjén, december 23-án előadjuk Csajkovszki Múlhatatlan remekét, ismét a Budapest Bábszínházzal együttműködve. Előtte azonban még lesz két olyan koncert, amely nagyon-nagyon sok embernek a vágyait elégíti ki, ugyanis Brahms műveket játszunk, tisztán Brahms koncertek lesznek, nem akárkikkel, Fülei Balázs zongorázik majd, és már átnyúlik a következő esztendőre az a nagyon nagy érdeklődésre számot tartó koncert, amikor a két gyerekkori jóbarát, Kocsis Zoltán és Ránki Dezső látható ismét együtt a színpadon, és ami ennél talán még fontosabb, hallható is, amikor szintén Brahmsot adnak együtt elő. Zárásképpen azt tudom mondani, hogy a Nemzeti Filharmonikusok minden tagja, minden művésze és minden kollégája nevében megköszönjük azt a szeretetteli hűséget, amelyet egész évben tapasztaltunk a közönség részéről. Igyekszünk ezt is megszolgálni, és egyben kívánok békés és boldog karácsonyt, és nagyon-nagyon boldog új esztendőt.